Beszélgető partnerem Lestyán Goda Zsombor, a Nagyrét Farm Kft. Tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Néhány szóban legyen szíves bemutatni a cégüket. Hát a vállalkozásunk a Nagyrét Farm Kft. Közel 10 éve foglalkozik mezőgazdasági input anyagok, mint műtrágya, növényvédőszer, illetve vetőmag forgalmazásával. Emellett szarvasi irodánkban szaktanácsadást is adunk, tehát területalapú támogatás, táblatörzsön készítés, illetve permetezési napló készítés kollégáink segítségével. Jelenleg Dél-Kelet-Magyarország területén közel 500 termelő van, illetve KFT, akiket kiszolgálunk, és a következő célunk az pedig megtartani ezt a számot is, illetve jelenlegi célunk is. Az Örménykúti telephelyünk pedig terményfelvásárlással várja a gazdálkodókat, illetve itt van lehetőség a terményeknek a leadására. Itt mindenféle áruval foglalkozunk, és a következő években a célunk az, hogy ezt bővíteni fogjuk, az Örménykúti telephelyünket. Ebben a jelenlegi helyzetben, a koronavírus okozta krízis helyzetben, járvány helyzetben olvashattunk arról is, hogy a mezőgazdaságban is vannak komoly gondok, többek között a műtrágya piacon. Igen, tehát a műtrágya piacon ezt sokan így mondták, hogy lehetnek ellátási problémák, de a jelenlegi ismereteink szerint a műtrágya gyárak zavartalanul működnek. Tehát gyakorlatilag 2-3 napon belül lehet műtrágyát beszerezni, illetve a rendelés is folyamatos. Akkor valószínűleg, hogy nyárra vagy őszre sem lesz leállás. Jelenleg a műtrágya ellátottsága az zavartalan Magyarország területén belül, és ez is várható, hogy zavartalan is lesz a következő időszakban. A koronavírus ideje alatt sem volt hasonló probléma, ám bár azért gazdálkodók hamarabb beszokták szerezni ezeket az anyagokat, tehát itt a vírus ideje alatt azért már a gazdáknál volt a műtrágyának a nagy része. Inkább befolyásolhatja a műtrágyának a őszi beszerzését gyakorlatilag a Dunának a vízállása, mert egy nagyon aszályos időszakunk van jelenleg, és egy alacsony vízállásnál így az import azért akadozhat, illetve ami még nagyon szűkös keresztmetszet, hogy nem tudjuk, hogy a forint euró, illetve a forint dollárnak az árfolyama hogyan fog változni a következő időszakban, ez még drágíthatja a műtrágyát. Milyen biztonsági intézkedéseket fogalmasítanak akkor, amikor ide a Kft. Területére kijönnek a gazdák, hogy elvihessék az árut, amit szeretnének, illetve foglalkoznak a kiszállítással most ebben az időben? Amikor mi olyan óvintézkedéseket tettünk itt a koronavírus ideje alatt, hogy eddig az volt a megszokott, hogy ide bejöttek a partnereink hozzánk, és itt szolgáltuk ki őket, viszont most az idősek védelmében azt az elhatározást tettük, hogy 3 kiszállító járművel a partnereinknek folyamatosan vittük ki az anyagokat, és jelenleg is ugyanígy folyik. Aki úgy mégis bejön hozzánk, és úgy viszi el az anyagot, hogy pedig gyakorlatilag egyesével fogadjuk ugyanúgy szájmaszkkal, kesztyűbe a partnereket. A növényvédőszerek és a vetőmag területén mi a helyzet jelen pillanatban? Tehát a növényvédőszer és a vetőmagnál is volt egy úgymond kényszervásárlás nagyon sokak részéről, tehát sokan megijedtek, hogy nem fog időben megérkezni a szükséges növényvédőszer, illetve vetőmag, de szerencsére nem így lett, tehát mind a növényvédőszer, mind a vetőmag rendelkezésre áll, és folyamatos a szállíthatósága. Ki tudják-e szolgálni a biogazdálkodókat is? Évek óta foglalkozunk ökológiai gazdálkodásban használatos szerek és termésnövelő anyagoknak a forgalmazásával, és ők is bátran fordulhatnak hozzánk, illetve ha erre szükség van, akkor ki is tudjuk szállítani természetesen az anyagokat.
Ha valaki esetleg nem tudná a szarvasi gazdálkodók gazdák közül, akkor hol található pontosan a Nagyrét Farm Kft. Telephelye? A Nagyrét Farm Kft. Telephelye Szarvastól az Orosházi út irányába, olyan 3 km-re a Szarvas táblától Siratószőlőkben található, és egy 1000 métert kell befele jönni a bekötő úton, és itt is vagyunk, és 2 kollega azonnal segítségükre van a beszerzésben. We'll be right back.